Fölkezd a jó dalokat, szóval csak nagyokat, hogy múljon a pakolat. Összeállt minden társaság óra, gyere utána, hajják a bomba borola. Jön egy üzi vissza, nem írok máma, bólogatom, mint a csányok pályra. Én pislogok egyet, az reggel lesz, a pillanatnak éjjel a gyereket. Az ország egyik leghíresebb rap csapata a Hősök Rap Duo látogatott el a dombóvári vásártére, hogy az érdeklődőknek megmutassa a 18 éves pályafutásuk legjobb dalait. Stábunknak Ekü, a duo egyik rappere úgy nyilatkozott, hogy nem először járnak a településen, mégis egy általuk nagyon várt koncertre készülnek. Voltunk már itt fellépni, viszont most nagyon szívesen jöttünk Szilárd meghívására, úgyhogy tök jó lesz itt a buli. Jó, itt a készülődés, jó arcok vannak, nagyon ügyes fellépők voltak előttünk. És egyébként így van, ahogy mondod, a Hősök Együttes 2001-ben alakult. Nyilván az első 10 év az underground szinten ment. Most már azért örülök neki, hogy így az országba eljutunk egy csomó helyre, úgyhogy nagyon-nagyon boldoggá tesz. A rapper azt mondja, hogy nem felejtették el, hogy majd 2 évtizeden honnan indult a formáció, és a mostani underground kultúráért épült tesznek, mint akkor, amikor még ők is az ország egy kisebb része által ismertebb csapatai közé tartoztak. Abszolút szoktunk előadókkal kollaborálni, akik full undergroundban vannak, de nyilván ismertebbek. Tékit például nagyon jó barátunk a Blues Bravosból. Sziszkával is 1000 dalt csináltunk Dígóval. Amit talán tudunk tenni, hogy alkotunk együtt zenéket, és ha átmegy az a nagy közönség szűrőjén, akkor még több emberhez eljut. A Szófel 2 például egy ilyen dal, amiben ugye Dígó és Sziszka van. Ez a magyar hiphopnak egy emblematikus darabja, én azt gondolom, és nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Nyilván van egy csomó ügyes srác még. Volt olyan Nomagroffal csináltunk dalokat régebben. Abszolút a szívünkön viseljük ezt az egész kultúrát. A csapat 2013 óta nem csak dúóban zenél. A régebbi és újabb dalaik is élőben hangszereken szólalnak meg. Ez a Hősök szerint is előrelépés volt a saját karrierjükben. Igazából nem sok minden változott, annyi lett, hogy zenekarral lépünk már fel. Anna énekesnőnk van 2 éve a csapatban. Őt is, nem is az, hogy frontemberi státuszba emelkedett, de nyilván, hogy együtt érjük a dalokat. Úgymond egy kicsit lágyabbak a témák, de ezt azért teljesen nem mondanám. Vannak életmegfejtések, vannak kritikusabb dalok, van benne nagyon sok érzelem. És alapvetően mi mindig rappel foglalkozunk, rapzenét csinálunk. Annyi, hogy mivel a zenekarunk lett, sokkal jobb így színpadra vinni, és jobban is érezzük magunkat ebbe az egészben. Mentával ugye, mint említetted, ugye 2013 végén Brass kiszállt a csapatból. Azóta mentával ketten tartjuk a frontot, de hál' Isten Anna jött közénk, és egy nagyon-nagyon új szint hozott a zenekarba, és ezáltal pont elmondhatom, hogy 2019-ben Hősöknek van egy újkori felvirágzása. Dombóváron a fiatalokra szeretne építeni Pintér Szilárd polgármester jelölt. A választókerület képviselőjelöltje szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Dombóvár egy jól fejlődő város legyen. Azért terveztük a mai estét, mert nagyon fontosak a fiatalok. Dombóváron nagyon sok fiatal él, és hogyha nem teszünk értük, nem érjük el, hogy itt maradjanak, akkor el fognak menni innen Dombóváról. Tulajdonképpen a rendezvényt azért szerveztük, hogy a fiataloknak egy jó estéjük legyen. Fontosak ők számunkra, én is 5 unokás nagyon vagyok, és ez nagyon fontos. Mi Dombóváron most váltani fogunk. Elhatároztuk, és egy olyan csapat áll mögöttünk, akikkel megnyerjük a választást, és legfőképpen a jövő a fiataloké, és ez a mai este is a fiataloké. A koncert előtt egy nyereményjáték sorsoláson vettek részt az érdeklődők. A tegyen Dombóvári felvoltából értékes nyereményeket sorsoltak ki a jelentkezők között.